Igen, ez tovább vezet minket arra a kérdésre, amiben úgy látom egyfajta konszenzus alakult ki, hogy a következő tervezési, vagy a jövőben levő jó tervezés az valami integrált szemlélet, nem csak a fizikai tervezés, hanem különböző társszakmák bevonásával, illetve a lakosság, különböző lakossági rétegek bevonásával, az önkormányzatokkal, különböző érdekcsoportok bevonásával történik, de a jelenlegi gyakorlat az elég távol áll ettől. Hogyan tudunk mégiscsak ez irányba haladni? Mi az, ami eddig jó volt, és tartsuk meg, mi az, amivel ezt elő tudjuk segíteni, azt a célt, amit Péter is mondott, Lajos is mondott. Nagyon sok helyen végzünk most interjúkat a helyi tervezésről, kisebb településeken, és ott ezeket, amiket mondtál, most ezeket nem látjuk. Azt látjuk, hogy felülről oktroyál egy tervet valaki, és a lakosság az meg vagy elfogadja, vagy azt se tudja, hogy történt valami. Mit őrizhetünk meg? Igen. És hogyan tudjuk ezt, tehát hogyan tudjuk átállítani a váltókat egy másik típusú, vagy át kell leállítani a váltókat? Az jó kérdés, hogy át kell állítani a váltókat. Alapvetően azt gondolom, hogy mindig késznek kell lenni a felismerve, hogy mi történik a társadalomban, mire van szükség az embereknek, mi az, amit az adott közösségnek a valós érték, nem az én becsípődésem, hanem az ott élő embereknek, ha őket valamiféle még jobb, ha valamiféle közösségként lehet őket értelmezni, hogy nekük mire van szükségük, és ehhez alkalmas eszközt és módszert találni. De hogy egy picit konkrétabb egy példát mondjak, hogy mi az, ami mégis jó a sokat szidott hazai, mondjuk település tervezési rendszerbe. Péternek is mondom, hogy a néhány évvel ezelőtt a gazdasági minisztériumban jártak nálunk kínai, csak egy polgármester jött egyébként hozzánk, gondoltam, hogy hát jön egy polgármester, csak ő a Sánkhái régiónak volt a tanács elnöke, és gyorsan kettőt néztem, és rájöttem, hogy egy 40 milliós területnek a szereplője, tehát viszonylag érdemes komolyan venni. Na most ő befektetői szempontból érdeklődött, hogy hát mégis hogy fejlődnek itt a városok, mire számíthat, látja, hogy azért itt jobb a levegő, mint arra felé. És egy dologról mindenképp meg tudtam azért nyugtatni, hogy nálunk olyan kaotikusan nem alakul egy településnek a fejlődése, hogyha a mai napon egy intézményi terület van, akkor a szomszéd telkent fog épülni egy gumigyár. Ez a sokat szidott merevség és nehézkesség, stb. Mellett azért ez fontos oda tenni, hogy mondjuk egy ilyen nemzetközi perspektívában, nem kell messzire menni, mondjuk Szerbiában, Belgrád mellett teljesen illegálisan, spontán nőnek ki település részek. Tehát ilyen szempontból azért ez egy kiszámítható, egy kicsit nehézkes, meg egy kicsit. De azért egy ilyen kiszámíthatóság azt gondolom, hogy van. De még azzal együtt is, hogy nyilván ezt rugalmasabbá kell tudni tenni. De amit én ilyen fontosnak tartanék, hogy mit lehet a korábbi gyakorlatból, és mi az, ami a jövő útja jobban, én azt látom és tapasztalom egy picit mostanában az európai tervezési gyakorlatokat is nézve, hogy a hard tervezést egyre inkább kiváltja a soft jellegű tervezés. A hard alatt nem csak a szabályozót értem, egy ilyen nagyon területfejlesztési terv, ami arról szól, hogy azt a X mennyiségű pénzt mire költsem el, azt is én hardnak tekintem, hanem sokkal inkább az, ami egy stratégiát, egy víziót tud megjeleníteni, amit minél többen osztani tudnak, és magukévá tudnak tenni. Egy ilyen stratégia, ami adott esetben egy métert nem szabályoz le az utcából, hogy hogyan nézen ki a Bartók Béla út, egy fillért, egy eurocentet vagy egy forintot nem ad hozzá, annak a tervnek, annak a terület specifikus tervnek lehet sokkal nagyobb hatása, mint ezek a nagyon hard terveknek. Egy picit foglalkozom most az európai léptékű területi tervezésről. Létezik európai területi tervezés? Most ez egy nagyon soft terv, ISDP, területi agenda, mindenféle makrorégiókra készülő stratégiák, amire azt lehetne mondani, hogy hát egy ilyen hagyományos területi tervezési szempontból ezek komolytalan dolgok, mert nem szabályozta, hogy hova mit szabad építeni, és nem nincs odaírva mögé egy költségvetés. És valójában ezek a stratégiák nagyon erősen és hatékonyan alakítanak nemzeti szintű politikákat, nem csak területfejlesztést, meg építésügyet, hanem mondjuk közlekedéspolitikát, gazdaságpolitikát, egy csomó mindent tudnak így alakítani. Úgyhogy én azt gondolom, ez a hardból a soft tervezés felé, ez egy ilyen erős és érzékelhető elmozdulás.
Hát ugye annyira ismertek engem, hogy én, hogy mondjam, egy ellenkultúrát képviselek, és én azt mondanám, hogy a jelenlegi tervezési szabályozást, ami elsősorban kvázi a hardware típusú szabályozásra alapozott, és elsősorban a fizikai tervezésről szól, én úgy, ahogy van, kidobnám a francba, mert ennek a állandó javítgatása csak azt jelenti, hogy egyre túlszabályozottabb, egyre több szabállyal áttekinthetetlen, reménytelen. Tehát magyarán újra kellene az egészet gondolni, újra kellene tölteni. Már csak az is, mert elhangzott, megint csak nem tudom, ki mondta itt délelőtt, hogy tervezni ezt a hardot, ezt egyetemi végzettséggel, bumácskákkal, mindennel lehet, miközben, és itt jön a lényeges, azt, hogy mire kell ezt szabályozni, azt a fejlesztési típusú tervezést, nem értek egyet a Lajossal, a fejlesztés alatt én nem csak azt értem, hogy valamit növelek, hanem a fejlesztés visszafejlesztés is lehet. A fejlesztés alapvetően az, hogy azt határozzam meg, hogy mire van szükségem, és mit kell nekem majd ebben a dologban a tervezések során valamit finanszíroznom, szabályoznom, stb. Hogy kell irányítanom, menedzselnem, hogy az létrejöjjön. De a vicc az egészben az, hogy a fejlesztési tervezést énektanárok megírhatnak, szkacaktató. Mert ha valamit nem azoknak kéne csinálni, az egész biztos, hogy azt kellene igazán hozzáértő gazdasági szakértőknek, mert ez egy ekoszisztéma. És öko és ekoszisztéma együtt, de alapvetően ekoszisztéma, mert ez egy gazdasági történet. A gazdasági történetet támasztja alá aztán majd egy térbeli fizikai szabályozás is. Ha ezt nem fogom együtt kezelni, akkor nem ér semmit. Elkészítenek, megint csak azt hiszem a minisztériumi ember mondta, hogy majd legyártják a szabályozási terveket, most egyszerre hurrá, sok pénz lesz hozzá, aztán majd utána talán még az is lehet, hogy csatlakozik hozzá a fejlesztési terv. Miről van szó? Hát ez így esetleg, tehát ez vicc. Tehát így nem tud működni. Ezért gondolom én, neki kéne állni, és szerintem mindig is lett volna a MUT-nak is ebben feladata, hogy mint tudósok bevigyék és a politikusoknak letegyék, hogy ezek hogy vannak. Nem jutottunk egymással belül egyességre, hogy mi a fontosabb, és mivel a felkészültségünk inkább a fizikai tervezés, az oktatási fizikai tervezés, ezért nem tértünk át erre, hogy kiharcoljuk, hogy igenis, ahhoz is szakértelmek kellenek. És még egyszer visszamegyek oda. Menedzselni kell. Tehát a franciák, a hollandok alapvetően abban nagyok, és múltkoriban bemutattak, azt hiszem, nem tudom már melyik ilyen előadás során a franciák olyan tervezési módszereket, amikor Gibbs Jakab legyárt valamilyen háztervet, és utána az átkerül ahhoz a csapathoz, várostervező csapathoz a főépítész mellett, aki azt beilleszt, és lehet, hogy egy métert jobbra tolja, vagy két métert lejjebb hozza, vagy akármit, de a kontextusába illeszti, tehát nem egyes házakat illesztenek aztán be. Tehát nagyon-nagyon összetetten kellene végig gondolni a tervezés egész mechanizmusát, ahogy itt elhangzott, a folyamatot, mint olyan, ami eljut odáig, hogy cselekvési érjen, és ebben a folyamatban meg kell találni, hogy annak a nagyon-nagyon részletesen kidolgozott, túlszabályozott, szerintem merev, nem jó szabályozási típusú tervnek, ami ki van dolgozva, hol a helye, és hol vannak azok a fehér foltok, amiről még csak szó sincs. Bizonyos dolgokban ellent fogok neked mondani, Péter, mert én úgy gondolom, hogy az európai tervezési gyakorlatban kialakult az elmúlt 100 évben, nagyon sok kultúrája van ennek, az angol száztól, a németől, stb. Franciákat végvéve, egy szofisztikált szabályozási kultúra, aminek én úgy gondolom, hogy a differenciált formáira és a továbbfejlesztésére szükség van. Miért? Miért? Hát azért, mert van egy hihetetlen, fantasztikus nagy értéket képviselő európai településhálózat, ami nem önmagában érték, nem csak önmagában érték, hanem egy hihetetlen értékteremtő millió, olyan kulturális millió, aminek igenis szükség van a egyre finomító szabályozására, amit nagyon komplexen kell kezelni, mert ez a rendszer egyre összetettebb és egyre bonyolultabb lesz, és ennek megfelelően akár tetszik, akár nem, egyre összetettebb szabályokkal kell ezt a rendszert irányítani. Tehát itt én mindenkinek üzenem, aki mindent ki akar dobni, az vakvágányon van, többit nem mondom. Na, ugyanakkor viszont egyetértek, hogy vannak területek, ahol nincs helye
az ilyen erőteljes, merev, túlszabályozó beavatkozásoknak. Nyilván ez megint az egyensúlyok keresésének a kultúrája és a filozófiája. Amit én még a tervezési gyakorlatban komoly gondnak látok, hogy a tervezési szakma elég erős fragmentációs nyomás alatt van. Tehát, hogy egyre inkább ágazatokra szakad, és nagy örömömre szolgált az előadása az angol kollégának, aki ugye azt mondta, hogy hogyan dolgoznak együtt a fizikai és a különféle szoft gazdasági, társadalmi tervezés szereplői. Na most a magyar gyakorlatban azért a legnagyobb források a hard fejlesztéseknél jelennek meg, és ma még a mérnöki alapú tervezés az igen erős, aminek egy, hát ez egy mellékvágány, de mégiscsak fontos megemlíteni, az érdekeit az motiválja, hogy bekerülési alapú a díjszabás. Tehát a tervezés tárgyának az értéke határozza meg a tervezési díjat. El nem lehet képzelni, hogy ez milyen hihetetlen mértékben torzítja, hogy mondjam, korumpálja a tervezői attitűdöt. Tehát a tervező abban érdekelt, nem abban érdekelt, hogy egy problémát megoldjon, hogy egy releváns, elegáns, nagy hozzáadott értékű megoldást dolgozzon ki, hanem abban érdekelt, hogy egy drága műtárgyat, egy drága megoldást dolgozzon ki. Nem tudom a megoldást, de úgy gondolom, hogy ez nagyon sok tekintetben közösségellenes, és nyilvánvaló, hogy egy távlatos érték teremtéssel is szembe megy. Tulajdonképpen ennyi. Egy mondat, hogy muszáj ez a kidobás vagy nem kidobás. Én ide magamnak azt írtam fel, hogy újra kell definiálni, mert a gondot az okozza, ha barkácsolunk. Az előbb említett példa, hogy hogyan kell tulajdonképpen társadalmasítani, hogy azt a blokkját ennek, hogy ezt utólag le kell nyomni a torkán a lakosságnak, ha azt nem dobjuk ki, azt hogy lehet kijavítani? Tehát én úgy gondolom, hogy miközben azt mondom, hogy ennek a résznek, mert ez nagyon ki van dolgozva, nyilván nincs más esélye, mint újra definiálod, ennek ezeket a szakaszait tökéletesen másképp kell előállítani, a közben hiányzik a tervezésnek az ezt megelőző és az ezt menedzselést követő szakaszai is. Tehát ezért rengeteg meló ezt előállítani.